megnyissuk a rendezvényt, csapjunk is a közepébe. Rengeteg új programmal találkoztatok a programfüzetben, többek között az Anime Barkács. Mindenki tudja, hogy ez egy nevezős program. Gyerünk, hajrá és csináljunk valamit. Aztán anime rövid film, szintén nevezős. Kamerával, meg egyéb eszközökkel fölve dolgokat lehet majd megnézni, és majd utána haiku következik. A haikut remélem nem kell bemutatnom senkinek. Igen, és lesz ezzel majd kapcsolatban egy beszélgetés a készítők, illetve ezzel egy időben lesz fanfiction beszélgetét is. Aztán, meg a Seiyu! Szeretnétek kipróbálni, milyen a szinkron hangotok? Itt az ideje! Ki lehet próbálni? Aztán, Szuikavari, vagyis dinnyetörés, ez egy vasárnapi program, de fontos beszéljek róla, ugyanis ezt egy tombola sorsolás során lehet rajta részt venni. 10 darab dinnyét sorsolnak ki, úgyhogy hajrá, irány a tombola pult, és aztán ezt el lehet pusztítani majd vasárnap az épület előtt. Aztán, Kiyokito Taiko koncert lesz, ez egy hatalmas újdonság, este 7:30-kor. Külön koncertjegyet tudtok majd venni, 700 forint, és ez az after party-ra is érvényes belépő, tehát fontos, hogy megvegyétek. Igen, ezt kint a pénztárnál tudjátok megtenni, tehát kint a pénztárnál. Rendben, aztán lesz hátul 3 sátor, Árusó, a Manga Kiszta sátor, akit mindenki várnak szeretettel, hatalmas kínálattal, olvashatjátok a kedvenc mangáitokat. Fontos még beszéljek, hogy ugyan rossz az idő, de lesz majd cosplay foci is, ami 11-től délig, illetve délután 4-től 5-ig lehetséges. A cosplayre lehet helyben nevezni, az infopultnál. Oda lehet menni, ez a Krafmanra érvényes, illetve a vasárnapi performance-ra, illetve a focira is ott lehet szintén nevezni. Akinek van külön óhaj-sóhaja, ezt az infopult mögötti galériában teheti meg, ez azt jelenti, hogy képeket, videót hozhattok, amit kérhettek magatok mögé, hogy lejátszunk. Akinek valamilyen utómódon ezt nem sikerült most így elhozni a magával, az nagyon szívesen interneten megkeressük neki itt a helyszínen. Szerintem kezdjünk is neki, megnyitnám akkor a szeptemberi animekont, és mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok! Sziasztok! Visszatértem, nem úsztok meg. Van még pár fontos dolog, amit meg kellene beszéljünk, és mindenki talál az ő kis programfüzetében egy külön fehér lapocskát, amire az van írva, hogy 10 próba. Ennek a hátoldalán van 10 rubrika értelemszerűen, amiben pecséteket lehet gyűjtögetni. Hogyan szerezhettek pecsétet? A programokon, amik ezen a kis papíron fel vannak sorolva, látni fogjátok, hogy hol lehet ez. Minden helyen az adott pultnál kérhetitek. Fontos még elmondanom, hogy a helyben nevezős cosplay versenyre 10-től 1 óráig lehet jelentkezni, se előbb, se később, tehát sietni kellene. Illetve kint a kültéren készül egy Luffy szobor. Lehet menni segíteni, ugyanis a Naruto-ból a 9 farkú rókát fogjuk elkészíteni. Minél többen menjetek és segítsetek. Rendben van, akkor itt az ideje, hogy felkonferáljam azt a csodálatos, fergeteges harcművészeti bemutatót, ami most 11 órától fog kezdődni. Nagyon jó szórakozás nektek! Sziasztok!